Újra elindultak az edzései a Bátaszéki Sportegyesület Vádor Jukarate szakosztályának. A koronavírus miatt félő volt, hogy a nyára tervezett táboraikat sem tudják megtartani, ugyanaz előző évekhez képest csúsztak az időpontok, de végül sikerült mindent megszervezni. Több gyerek volt, aki részt tudott venni mindkét táborban, Nagy Jánosi Botond is közéjük tartozik. Nekem mind a kettő tetszett, nyomendődő most voltam először, és mind a kettő pozitív volt nagyon. Botond azt is elmondta, hogy nagyon sok mindent tanult a Gyoma Endrődi táborban, és bár olyan emberekkel is találkozott, akiket ismert már a versenyekről, úgy érzi, most barátságokat is tudott kötni. Nagy Ákos edző elmondta, hogy a vírusjárvány hozta helyzet miatt rendhagyó módon alakult a Gyoma Endrődi edzőtábor, hiszen a nemzetközi mesterek idén nem tudtak megjelenni, így váltva tartottak edzést a különböző klubok vezetői. Ez nagyon jól sikerült, hogy, hogy, hogy mindenkinek egy kicsit a bosszorkány konyhájába bele tudtunk látni, hogy ő... ő, ő... Idézőjebben, hogy főzi a paprikás koromplit, mert mindenki tudja, de van mindenkinek valamilyen fűszer benne, amit egymástól el lehet lesni, és a gyerekek nagyon élvezték. Másik táborukat Baján tartották augusztus elején. Itt a már hagyományosnak mondható programokat csinálták végig. A tábor utolsó napján kilenc sportolót tett vizsgát, és léphetett egy szinttel feljebb a vádorjuk karatelét ráján.